estét kívánok! Köszöntöm a Bajai Kultúra nézőit! Iskolások kiállítása, születésnapi tárlat és egy beszélgetés a múzeum igazgatójával. Ezek szerepelnek a mai magazinunkban, nézzük képes tartalomjegyzékünket! Bajától Krakkóig. Tanévzáró kiállítása nyílt a Vizuális Iskola növendékeinek. Régi új igazgató a Tőr István Múzeum élén. A folyamatban lévő programokról és az új tervekről Kovács Zitával, az intézmény vezetőjével beszélgettünk. Életút címmel születésnapi tárlat nyílt a Közösségi Házban, ezzel köszöntötték a 90 éves Tamási Györgyöt. Tartsanak velünk! Bajától Krakkóig. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a turisztikai központban. A tárlaton a Vizuális Iskola alapvizsgázó növendékeinek és egy művészeti tanulmányút résztvevőinek az alkotásai kaptak helyet. Az intézmény ezzel a tárlattal zárja a tanévet. A művészet érzékennyé tesz, megtanít látni, felfedezni, létrehozni, hangzott el a megnyitón. A kiállítás egyik felét Bajához kapcsolódó képek alkotják. Már hagyomány az iskolában, hogy tanév végén a 6. évet befejező növendékek alkotásait, a mestermunkákat megmutatják a nagy közönségnek is. A sok éves munka eredménye látható most, mondta az intézmény vezetője. Azok otthon készülnek, ott rendelkezésre áll a teljes fegyvertár, ami a Vizuban megtalálható. A grafikák, ugye a ceruzarajzoktól kezdve tusrajzok, szénrajzok mellett a festmények is hangsúlyosan jelen vannak, tempera és akvarell festmények, illetve hát ilyen vegyes technikával készült sokféle változtatáson átesett munkákat is lehet megfigyelni. Volt egy helyszíni vizsga is, az egy héttel ezelőtt történt meg, az pedig az iskolában tanári segítség, korrektúra nélkül kellett rajzolniuk, festeniük a diákoknak, és hát azok a munkák is nagyon színvonalasak, nagyon jók lettek. Jó így látni egyben, hogy ilyen jól fejlődnek nálunk a gyerekek, tehát tényleg sok mindent meg tudnak tanulni, és jól alkalmazzák a nálunk megszerzett tudást, és ez ugye az önálló munkában ez azért nagyon szépen tükröződött, hogy igenis ők méltán a labvizsgások, tehát azért nagyon sok mindent megtanultak már, és képesek arra, hogy a továbbképzőt is nagyon magas színvonalon elvégezzék nálunk. A fő cél ez a változatosság, tehát hogy minél többféle technikát megismerjenek, és a témát is próbáljuk úgy összeállítani, hogy az is lehetőleg sokféle művészeti szemléletet picit hogy elindítson bennük, hogy lássák, hogy milyen sokféle út járható be a képzőművészeten belül, és hát később majd ugye nyilván azt fogják kiválasztani, alkalmazni önálló alkotóként, amelyik hozzájuk legjobban közel áll, ami őket leginkább kifejezi. Úgyhogy így próbálunk azért az ő kis tehetségükkel bánni. A növendékek a művészet egyetemes kifejezési eszközeit használva teremtették meg saját képi világukat. A munkákat lendületesség, érzékenység, lényegkiemelés és egyéni látásmód jellemzi. Az idén 15-en alapvizsgáztak, köztük Nível Flóra is. Nagyon szeretem máshogy megcsinálni a dolgokat. Inkább a saját ízlésemmel próbálok készíteni rajzokat, festményeket, és hogy ezt a sablonos dolgokat átalakítani a saját egyéniségemre, és festettem az alapvizsgánál is, és csendéleteken gyakoroltam, átalakítottam őket a saját ízlésem szerint. A grafikát nagyon szeretem, meg hát a festészetért is oda vagyok. Inkább ezeket a pop-artos rajzokat szeretem, úgy élem ki legjobban magam. A kiállítás másik részét olyan rajzok, festmények és fotók alkotják, amelyek a krakkói tanulmányúton készültek. Én végül szeretem a részleteket fotózni, szóval így az ultra közeli fotókat nagyon szeretem, így a, hát végül is meg ugye a nagyobb részleteket is, például mint a dómot, vagy a egyéb ilyen templomokat. Szintén Krakkóban járt Tiszavölgyi Sára. A templomoknak a üvegablakai tetszettek a legjobban, mert általában vagy reneszánsz, vagy barokk stílusban voltak, és azok általában nagyon csicsásak és nagyon szépek voltak. Mondjuk valamelyikben nem szabadott fényképezni, akkor hogyha szabadott volna, akkor lehet, hogy azokat küldöm be pályázatra.
A témákat tekintve több kedvence is van Sárának. Napszemüveget szeretek fényképezni, és virágokat fényképeztem, meg buborékokat, amit a téren fújtak. A vizuális kommunikáció minden életkorban különböző. Az őszinte gyermeki kifejezéstől a firka korszaktól jut el a tudatosan felépített alkotásig. A tudás és a gyakorlat kiegészíti egymást. A gyakorlás a kreativitást segíti, az alkotási folyamat pedig tudatosságot eredményez. Osztotta meg gondolatait megnyitó beszédében Harmatica. A művész tanár évelején azt mondta a diákoknak, nem kell a tanmenethez ragaszkodniuk, másban is gondolkodhatnak a mestermunka kapcsán. Értékes munkát úgy lehet készíteni, hogyha ezt a gyermeki őszintességet megőrizzük magunkban, tehát megőrizzük magunkban a spontaneitást, és persze a tudásunkat hozzátéve lesz belőle egy alkotás, amit nyilván különböző intenzitással, különböző hangnemben, tehát különböző intenzitással alkotunk, különböző hangnemben alkotnak a gyerekek. Nem csak témaválasztásuk más és más, mert a belső hangjukra hallgatnak, hanem és a technika nem csak a technikán múlik, hanem ahogy hozzáállnak. Tehát nagyon érdekes volt, hogy volt, aki ugye lendületesen nagyon hamar elkészítette, volt, aki meg hát úgy lassabban úgymond a saját ritmusában. A megnyitón kihirdették egy korábbi képzőművészeti és fotópályázat eredményeit is. A fotójával Tiszavölgyi Sára első, Gregus Bertalan pedig harmadik helyezett lett. Ezt követően a Vizó nyáron két tábort szervez Baján, szeptemberben pedig tanévnyitó kiállítással várják a nagy közönséget, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki bemutatkozik. Továbbra is Kovács Zita vezeti a Bajai Tőr István Múzeumot. Hogy miért is beszélgetünk most erről, ez kiderül a következő percekben. Köszönjük, hogy befáradtál hozzánk. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Lejárta a kinevezésed, hogy szólt a megbízatásod, mit tudhatunk a háttérről? Mi kívülállók csak azt láttuk, hogy eddig is dolgoztál, most is dolgozol, de közben történt valami. A kulturális törvény Magyarországon úgy rendelkezik, hogy a magasabb vezetői beosztást 5 évente meg kell pályáztatni. Ennek a hivatalos formai keretére van szükség 5 évente ahhoz, hogy egy intézményt vezetői megbízását kiadják, úgyhogy tulajdonképpen ez történt az idén. Mikor járt le akkor a kinevezésed? Mikor kellett erre pályázni? Illetve mit tudsz, hogy hányan pályáztak még? 2011 óta vezetem ezt az intézményt, és most írták ki tavasszal, áprilisban, májusban jelent meg a múzeum igazgatói pályázat, amelyre legnagyobb meglepetésemre egyébként egyedül nyújtottam be a pályázatot, úgyhogy igazán nem volt ilyen szempontból, vezetői koncepció szempontjából megmérve az én pályázatom. A bizottság, a szakmai bizottság, illetve Bajaváros önkormányzatának képviselőtestületének bizonyos bizottsági elnöki tagjai voltak abban a szakmai bizottságban, ahol elbírálták a pályázatot, a vezetői koncepcióról volt szó, hogy mi az, amit mi a múzeumban, én azért beszélek mindig több eszemben, mert én egyedül nem tudnék semmit megcsinálni, ha nem lenne egy olyan jó csapat mögöttem, akik az elmúlt években nagyon sokat dolgoztak ezért az intézményért, tehát hogy mi hogyan képzeljük el a Bajai Múzeum jövőjét, természetesen a fenntartó önkormányzat elképzelései mentén, és remény szerint támogatása mentén, és ez úgy találtatott mind a szakmai bizottságban, mint a képviselőtestület bizottsági meghallgatásán, hogy támogatásra méltónak ítélték. Milyen programjaitok, projektjeitek vannak folyamatban jelenleg? A Tőr István Múzeum, amikor én ebbe az intézménybe kerültem több mint 22 évvel ezelőtt, még egészen más utakon járt, mint amit ma egy múzeumtól elvárnak. Akkor egy tudományos intézmény volt, ahol néprajzkutatók, történészek, régészek, művészettörténészek, numizmaták és egyéb szakemberek dolgoztak. Gyűjtötték be a területi múzeum területén gyűjtött területéről a tárgyi dokumentumokat, a tárgyi gyűjteményeket gyarapították, illetve a szellemi kulturális örökség elemeket az adattárba gyűjtötték, és ennek a kutatásnak volt a szintere a múzeum. Az elmúlt 20 évben jelentős változáson ment keresztül ez a szféra. Ma már egy múzeumtól nem csak közgyűjteményi tevékenységet, tudományos tevékenységet várnak, hanem olyan közművelődési, oktató, nevelési
nevelőintézményen kívüli szolgáltatásokat is szeretnének, hála Istennek, amik azt eredményezik, hogy a tudás nem az intézmény keretein belül létezik, tehát a tudás nem önmagában egy múzeumban, vagy egy egyetemen, vagy egy könyvtárban létezik. A tudás akkor létezik, ha az emberek azt használják. Ennek a felismerésnek a mentén nyitották ki évekkel ezelőtt a közgyűjtemények kapuit, és most már olyan foglalkozásokat, rendezvényeket, szolgáltatásokat kínálunk, és természetesen az emberek el is várják, és teljes joggal igazuk is van, amin keresztül a múzeumban őrzött tárgyakat, a múzeumban őrzött szellemi, kulturális örökséget és tudást el tudják vinni haza. Ma már más igényük van az embereknek, nem szeretnének egy statikus, tudományos kiállítást nézni, hanem szeretnének játszani, szeretnék, ha a gyerekeik játszva tanulnának, élménypedagógiai módszereket vezettünk be, amikor a gyerekek észre sem veszik, hogy játék közben mennyi mindent sajátítanak el és visznek haza, és azt gondoljuk, hogy ez ugyanolyan fontos, mint a tudományos munka, így hát ennyiben megváltozott a múzeum, megváltoztak a terveink, és természetesen ennek a gondolatnak a mentén szeretnénk a fejlesztéseinket is folytatni. Milyen kulcsszavakat tudnánk felsorolni a tervekre vonatkozóan? Gondolok arra, hogy látogatóbarát, digitális technika, milyen korosztályokat célozzunk meg? Természetesen minden olyan modern technikai eszközt szeretnénk használni, ami érdekes, és amely a Bajai Múzeum tudás bázisának és a tudás átadásának a céljait szolgálja, de nem elsősorban. Mi abban hiszünk, itt a kulcsszavakat kérdezed, abban hiszünk, hogy Baja város történetét, kulturális örökségét, akár tárgyi, akár szellemi formában, minél élmény gazdagabban tudjuk átadni a látogatóknak, életkori sajátosságokra fókuszálva, természetesen egy 6-8 éves gyereket más foglalkozásokkal várunk, és más bemutatási módszereket használunk, mint a felnőtt látogatóinknak. Azt szeretnénk, hogyha a Tűr István Múzeum épülete egy olyan örökségszálló, egy olyan látogatóközpont lenne, ahová nem csak néhány órára lenne érdemes betérni, és nem csak a turistáknak, a nálunk vendégeskedőknek, hogy megismerjék a város történetét, hogy hangulatot kapjanak ebből a városból, a város múltjából is, ne csak a jelenéből, hanem azt szeretnénk, hogyha a gyerekek is, és a bajaiak is többször látogatnának el hozzánk, mert rájönnének, hogy az állandó kiállításaink mellett, az időszaki kiállításaink és a hozzájuk kapcsolódó különböző foglalkozások, rendezvények hétről hétre vagy hónapról hónapra kínálnak új és felfedezni való érdekességeket. Most ha nagyon konkrétan szeretnék fogalmazni, akkor elmesélem, hogy a Tűr István Múzeum épülete alatt szeretnénk egy régészeti feltárást követően kialakítani egy mélyraktárat, egy tömörraktárat, hogy azokat a műtárgyainkat, amelyek, nagyon sok műtárgyunk van, 2000 darab tárgyi anyagot őrzünk, tehát nem tudunk mindent bemutatni, de szeretnénk az épületeink, hogy az épületünkbe is be tudjanak jönni a látogatók, hiszen egy különleges épületről van szó, szóval egy nagyon szép épületről, amit szeretnénk megmutatni, ezért a tárgyakat egy tömörraktárba föld alá szeretnénk biztonságban elhelyezni, ezt követően pedig nyilvánvalóan látogathatóvá válik majd az egész épület, ahol állandó kiállítások, időszaki kiállítások, ezeken keresztül a város és a gyűjtőterületünk, ami azt jelenti, hogy Bajai járás, a Bácsalmási járás és a Jánoshalmi járásnak a déli részén élő ember emlékeit szeretnénk bemutatni, tárgyakon keresztül természetesen és élményeken keresztül, digitális tábla az, ami a gyerekek kutathatják a fotógyűjteményeinket például, vagy a felnőttek is természetesen játékokat is szeretnénk elhelyezni, ezek már ősszel egy része birtokba vehető lesz az Örökségszálló című látványtárunkban is, a mostani felújítás eredményeképpen, ahol a régi 19. századi céllövő egyesület tábláit megtekinthetik, és digitális játék formájában ki is próbálhatják azt. Készülünk néprajzi játékokkal is, ahol a viseleteket tudják majd felölteni magukra digitálisan is, hiszen azt gondolom, hogy az archívanyagot nem szabad kitenni a próbának, de fénykép útján, hogyha maguk elé tartanak egy eszközt, akkor nagyon ügyesen magukra ölthetik természetesen virtuálisan majd azt a sok-sok öltözetet, amit a Tűr István Múzeum őriz, ezt fénykép formájában el is küldhetik, és még sorolhatnám, hogy milyen érdekes játékokkal várjuk őket, de nem szeretnénk a digitális világot, a virtuális világot előtérbe helyezni. A bajai történetet, a bajai néprajz,
művészettörténet tárgyait szeretnénk, múltját szeretnénk bemutatni, és ennek segítség, vagy ezt bemutatandó segítségül hívjuk csak a 21. század technikáját. Most, hogyha már említetted, hogy a föld alatt mi lesz, a föld fölött is azért szemmel látható változások történnek, majd gondolok erre, hogy üvegtetőben is gondolkodtok, mi az, ami még nagyon látványos lesz a látogatóknak? Így van, szeretnénk az épület belső részét üvegtetővel lefedni, azért is, hogy védjük ennek a csodálatosan szép műemléki épületnek a falait, a belső terét, megvédjük az időjárás viszontagságaitól, és egy nagyon szép belső térrel gazdagodhat a város, ahol esőhelyszínként például birtokba vehetik majd különböző rendezvényekre a hozzánk látogatók, vagy például a múzeumok éjszakája, amely nem sokára ismét megrendezésre kerül a városban, jazzkoncert helyszíne most az udvar, ami eső esetén meglehetősen problémás lenne. Ezt a problémát is meg tudjuk ezzel oldani. Nagyobbá is válik az intézmény, hogy a minél nagyobb százalékban bemutathassuk a gyűjteményi darabjainkat. Ez nagyon fontos, mert olyan csodálatosan szép anyagunk van raktáron, amit bűn raktárban tartani, és az is bűn lenne, ha az épületben nem lehetne bemenni azért, mert hogy raktárként működik. Ezt próbáljuk ötvözni a látványraktár fejlesztésünkkel. Raktárként fog funkcionálni az épületnek egy bizonyos része, de olyan raktárként, ahová bemehet a látogató, és egy picit az állandó kiállítás és a raktár között kell elképzelni ezeket a helyeket, de nem is kell elképzelni, hanem el kell majd ősztől jönni a Türi István Múzeumba, és ez a sok-sok fejlesztés, ez mind megtekinthető lesz majd. Hogyha egy kicsit más szemszögből vizsgáljuk meg a látványosságokat, akkor milyen irányba mozdulnak el ezek a dolgok, hogy vannak a népszerű, populáris látványosságok, és a kevésbé népszerű, a tudományos dolgok, amik, ahogy te fogalmaztad, a négy fal között maradtak. Mennyire cél az, hogy ezeket a tudományos dolgokat is a nagy közönségnek megmutatni egy kicsit, hogy a háttérben mi zajlik, és egyáltalán ennek milyen formája van, ha úgy fogalmazok, hogy egy unalmas dolgot érdekessé tenni? A legjobban úgy tudnám ezt megfogalmazni, ahogy Kotenc Kelemen néprajzkutató kollégám, aki az UNESCO által meghirdetett Szellemi Kulturális Örökség Program Magyarország igazgatóságának a Bács-Kiskun megyei referense, fogalmazott, a tárgyi és szellemi kulturális örökségeink összefüggnek. Baján az úgynevezett superek, akik egykor a hajókat készítették, olyan árcsok voltak, akik kifejezetten hajókat és hajómalmokat készítettek. Az ő tudásuk az egy olyan különleges tudás volt, amit tankönyvekből nem lehetett megtanulni, és tankönyvekből ma sem lehet, mert minden hajó más és más. És a superek ahhoz értettek, hogy ott a helyszínen teljesen önmaguk kútfejéből merítve, az adott helyzethez és szituációhoz alkalmazkodva, megrendelőhöz alkalmazkodva, rögtönözve építettek egy hajót, vagy egy hajómalmot. Az ő tudásuk eltűnt velük együtt, a szakmával együtt. A Tűr István Múzeum néprajzi gyűjteményében őrizzük Solymos Ede által gyűjtött tárgyi anyagot, amely a superek eszközeit jelenti. Magyarul a Tűr István Múzeum gyűjteményében, néprajzi gyűjteményében megvan minden olyan eszköz, amivel egy hajót vagy hajómalmot fel lehet építeni. A szellemi tudás viszont eltűnt. Eltűntek a superekkel. Ezért fontos az, hogy a múzeumban őrzött tárgyi anyag mellett a szellemi kulturális örökséget is megőrizzük, ezt a tudást is megőrizzük, és a kiállításainkon, a foglalkozásainkon keresztül ezt átadhassuk egy fiatalabb generációnak, mert abban hiszünk, hogy ezek a foglalkozások csak időszakosan tűnnek el, amint lesz rá igény, és például Baján éppen épül egy hajómalom, ha jól tudom, amennyiben lesz rá igény, természetesen nem arra, hogy nagyon sok hajómalmot építsenek, de hajóépítésre akár lehetne, akkor ezeket a tárgyakat és a szellemi kulturális örökséget újra napvilágra hozva, kicsit leporolva használhatnák. Magyarul egy új mesterség, egy régi új mesterség születhetne a múzeumban őrzött tudásból. Most ennek nyilván van egy statikus része, azok a tárgyak, amelyek egy üvegvitrínben ki vannak állítva, nem mondanak semmit. Mi arra törekszünk, hogy a tárgyak mellett ezt a tudást is el tudjuk mondani a látogatóknak, tovább tudjuk adni a gyerekeknek,
A múzeumpedagógiai foglalkozásaink egyre látogatottabbak, egyre népszerűbbek. A honlapunkon is tájékozódhatnak a kedves érdeklődők, vagy a Facebook oldalunkon is nagyon sok izgalmas fotón keresztül mutatjuk be, hogy a gyerekek milyen örömmel töltik ott az idejüket. Nagyon nehezen mozdulnak ki tőlünk, mert nagyon szeretnek ott lenni, mert hogy nem veszik észre, hogy mennyi tudással gyarapodnak, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy beleültessük a fejükbe, hogy mit jelent Bajainak lenni, mit jelent bácskai embernek lenni, mivel értékesebbek ők adott esetben, mivel különlegesebbek azáltal, hogy ismerik a város történetét, néprajzát, hogyha láthatatlanul és észrevétlenül beszűrődik a fejecskéjükbe, azt gondolom, nagyobb eséllyel vissza is jönnek tanulmányaikat befejezve ebbe a városba, lokálpatriótább emberekké válnak, és azt hiszem, hogy ez is fontos egy olyan évszázadban, amikor nagyon mobilisak vagyunk, az emberek nagyon nemzetközivé válnak, és egy városnak szüksége van a nagy tudású emberekre. Azt gondolom, és a tudást azt nem csak az egyetemi diplomában gondolom és mérem, hanem a nagyon felkészült, alapos, és a szakmáját szenvedélyesen szerető mesteremberekkel, mint amilyenek a superek is voltak, és nagyon remélem, hogy mi hozzá tudunk járulni a múzeumban ahhoz, hogy minél több fiatal jöjjön majd vissza nagy tudással felvértezve, amelynek az első lépcsőit talán a Bajai Múzeumban kapta meg, visszajöjjenek ebbe a városba, és gazdagítsák, értékesebbé tegyék ezt a közösséget, amely itt él. Sok sikert kívánunk a terveitek megvalósításához, és sok-sok látogatót is kívánunk hozzá, és köszönjük, hogy bejöttél. Köszönjük szépen! Nem csak a 20 éveseké a világ, erre Tamási György az élő példa. A 90 éves bajai festő a mai napig aktív, így volt miből válogatni az Életút című kiállítására. A megnyitó pedig születésnapi köszöntés is volt egyben, az alkotó ugyanis május végén ünnepelte a kerekdátumot. Amit szemeddel sejtesz, szíveddel várt ki azt. Amit szívedbe rejtesz, szemednek tárt ki azt. És valóban, ezekben a képekben benne van a szíve, mely a mi szemünknek tárja ki a valóságot. Az a szív dolgozik ecsekkében, kezében, ami örök ifjú, életigenlő, mindig megújulásra vágyó, soha nem csüggedő lelket akar. József Attila szavaival nyitotta meg édesapja kiállítását Hajdúné Tamási Edina a Belvárosi Közösségi Ház kiállító termében. A születésnapi tárlat méltán kapta az Életút címet, hiszen a 90 éves bajai festő több évtizede festi tájképeit és csendéleteit, amelyeket főként a természet és baja ihletett. Az ünnepen nagyon meghatódott az őt dicsérő szavak és köszöntések hallatán. Nagyon megható érzés. Még nem voltam 90 éves sohase, de most ez eljött, úgyhogy remélem marad még egy darabig, mert én szeretek élni. Nagyon azt szeretek én, nagy betűvel az életet, azt nagyon szeretem. A festő elárulta azt is, mi a titka annak, hogy évtizedek óta aktívan fest. 90 éves vagyok, de én már 80 éve festek. Én már 8-10 éves koromban is festettem, gyerekkoromban is, meg az iskolában, az egész gimnáziumnak a folyosójain, az én rajzaim, festményeim voltak mindenhol kirakva. Nem hagytam abba soha. És hát mindig iparkodtam, hogy természetes dolgokat fessek, hogy hát ami szép, ami valóságos. Nem olyan elvont dolgokat csinálok, a való életet azt szeretem festeni. Meg lehet nézni esetleg a képeimet. Ezek mind természetes valami tájak. Valahol ezek vannak, ezek a tájak. Nem mondom, hogy természet után festem mindegyiket. Fotó, fénykép után is. Nem megyek messzire. A Munkácsi Mihály is lefotózta a modelljait, és a fénykép után festette le a trilógiában, meg a többi képein mind olyan alakok vannak, amiket ő már fénykép után festett. A hosszú betegség után újra alkotó Gyuri bácsit a Bajai Festők és Kézművesek Baráti Egyesülete is köszöntötte, akiknek nagy szerepük volt a kiállítás megszervezésében. Gyuri bácsi nagy életet járt meg, és igazából
Az ő születésnapja az annyira kerek és annyira szép, és az, amin őt átment, az késztetett arra, hogy kell egy ilyen születésnapi kiállítás. A műveket igazából úgy állítottuk össze, hogy legyen benne régi és új alkotás is, hiszen Gyuri bácsi tavaly óta folyamatosan aktívan fest, mikor ki tudott már ülni az ágy szélére, onnantól kezdve már ecset került a kezébe, és ez egy igazából egy gyógyulási folyamat volt az ő számára. Úgyhogy a régi képektől kezdve az újakig minden megtalálható a tárlaton. Az ő műveit leginkább a tájképek jellemzik, de azokban is az élénk színeket használja. Igazából ez az ő életét tükrözi vissza, egy nyugodt, életvidám emberről beszélünk, és ő ezt mutatja meg a képeink keresztül. Vas Zsuzsa hozzátette, az ünnepelt példaképként szolgálhat, és nem csak a többi alkotni szerető ember számára, hanem mindenki elé, aki valamilyen úton, módon beteg, vagy valahova olyan helyzetbe csöppen bele, ami keserűvé teszi az életét, hiszen alkotni mindig öröm, és az alkotás annak gyógyító ereje van, én ezt vallom kézművesként is. Az ünnepelt meghívását elfogadta Csubekné Bezsesek Andrea, a polgármester is, aki már a napján is felköszöntötte a szépkorú művészt. Nagyon pozitívan élem meg ezt a lehetőséget, hogy ma itt lehetek Tamási Gyuri bácsi kiállítás megnyitóján. Ez az egész év arról szól, polgármester úr meghirdette az idősek évét, ezért külön megkülönböztetett figyelemmel fordulunk az idősek felé. Ugye ez az év erről szól, de én azt hiszem, hogy mindig egy kicsit figyelni kell az idősebb korosztályra, a bölcsebbekre, az érettebbekre, hisz sokat tanulhatunk tőlük. Nekem adatott az a megtiszteltetés, hogy két héttel ezelőtt Gyuri bácsit köszönthettem a 90. születésnapján, és ott láthattam a festményeit, amik nagyon-nagyon magával ragadóak voltak, és akkor mondta, hogy a mai napon lesz kiállítása, és hogy nagyon szeretné, ha itt lennék a megnyitón. Hát törekedtem rá, hogy a mai napon osztozhassak az ő örömében, hogy láthassam a kiállítást, és szívből mondhatom, hogy megéri, megérte több okból is. A képek gyönyörűek, a másik, hogy Gyuri bácsin látom, hogy mennyire boldog, és ezt a boldogságot ezt csak magunkkal lehet vinni és töltekezni, és mindenképpen ez egy pozitív érzés az embernek, hogy 90 évesen, éretten, az életünk vége felé is lehetünk pozitívak, adhatunk, töltekezhetünk abból, amit tőlük kapunk. A víz harmatja a kivágát, újítsa áldások, állja a házadat elborítsa. Az ünnepléshez természetesen torta is dukált, amelyet Magdali Anna éneke kíséretében adtak át a szülinaposnak. A kiállítás június 23-áig tekinthető meg a közösségi házban. Most nézzük, milyen kulturális programok közül válogathatunk a következő napokban. Kós Boglárka és Cséfalvi Bianka várja az érdeklődőket a búcsú hangversenyükre június 14-én délután 5 órakor a turisztikai központba. Hungarikumok, helyi értékek a 320 éves városban. Ezzel a címmel tartanak konferenciát a Városháza dísztermében 15-én délután 5 órakor. Ezt követően helyi termékek bemutatója és ételkóstoló lesz az épület előtt 18 órától. A szezonnyitó strandfesztivál keretében a többi szórakoztató program mellett 16-án este 3:48-tól a vízi színpadon Koala Bell, később pedig Blaha Louisiana koncert lesz. Klasszikusok és balkáni dallamok csendülnek fel a Bácskai Kultúrpalotában 17-én este 6 órakor Vláda Pánovic koncertjén. Ismét mozgó mozi Baján. 18-án újabb 5 filmmel várják az érdeklődőket a Városi Színház terembe. Önök a Bajai Kultúra június 13-ai számát látták, köszönjük, hogy mást is velünk tartottak. Ezt a műsorunkat visszanézhetik a tévénk honlapján és a YouTube csatornán is, friss összeállítással pedig legközelebb egy hét múlva, kedden este 19:30-kor várjuk Önöket a képernyők elé.
További szép estét kívánok, a viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorvezetőt öltöztette a Trendformíró üzlet.